Megújult a 471-es főút. A nyírségi fejlesztésnek köszönhetően 23 kilométernyi útszakaszt korszerűsítettek, 3 körforgalom és 24 kilométernyi bicikliút is épült. Letették az alapkövet, tanúszodát alakítanak ki Baktalórendházán. A 360 millió forintos beruházást az állam finanszírozza. Kapuház. A társadalmi integrációt segíti az a közösségi tér, amelyet a nyíregyházi görögkatolikus egyház nyitott Nyíregyházán a Huszár telepen. Összesen 4,3 milliárd forint állami és uniós forrásból újult meg a 471-es főút. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A nyírségi fejlesztésnek köszönhetően 23 kilométernyi útszakaszt korszerűsítettek, 3 körforgalom és 24 kilométernyi bicikliút is épült. A nyírbogáti átadó ünnepségen a nemzeti fejlesztési miniszter elmondta, jövőre csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6,5 milliárd jut további közúti beruházásokra. Körforgalom is épült Nyírbogáton a 471-es főútvonal felújítása során. A helyiek szerint így megszűnt az útszakasz legveszélyesebb kereszteződése. Nagy forgalom volt itt, nagy éles kanyar, itt valamikor még egy lakás is volt. Az is közre játszott, és sok karambol volt itt. Halt itt meg motoros is, ipa bement, lakásba is minden. Sok karambol volt, úgyhogy én visszaemlékszem. Elég veszélyes volt, mert a stop táblánál nem mindig adták meg az elsőbséget. Nem volt egyértelmű, hogy léta felől kinek van elsőbsége. Úgyhogy örülünk neki, hogy megépült. A 471-es főutat sokan csak halálútnak hívták, és az autósok inkább elkerülték. A hosszabb, de biztonságosabb 4-es főutat használták helyette. Az útszakasz Debrecen és Mátészalka között 73 km hosszú. A felújításáról 2014-ben döntöttek. Az összesen 4,3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően 23 kilométer közutat biztonságossá tettek, és 3 körforgalmat is építettek. Egyet Nyírbogáton, 2 pedig Nyírbátorban, közölte a nemzeti fejlesztési miniszter az átadó ünnepségen. Körforgalmak épültek, útfelújítás, szélesítés, megépült mellett a bicikliút, 26 km hosszan, 20 km-es felújítás és 3 körforgalommal. Én azt gondolom, hogy ezek mind olyan fejlesztések, ami azt teszi lehetővé, hogy itt élők biztonságosabban tudjanak közlekedni, de örömmel tudok arról beszámolni, hogy csak a következő évben 6,5 milliárd forint értékben 100 kilométeres útszakasz fog megújulni a megyébe. Én azt gondolom, hogy a kormány ebbe a téren is teszi a dolgát. Lezárult az idei 69 milliárd forintos országos közútfejlesztési program is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében újult meg a harmadik legtöbb útszakasz. Ennek eredményeiről a közlekedés politikáért felelős államtitkár szólt. Összességében 45 kilométernyi útfelújítása sikerült, ez 5,4 milliárd forintba került, és ebben több nagyon komoly beruházást tudtunk végrehajtani. Nem túlságosan régen adtuk át a Nagykálló-Újfehértó közötti útfelújítást, és nem is olyan túlságosan régen volt a 381-es út Sátraújhely, Cigánpácint, Kisvárda között, illetve a 4-es útnak két szakaszát is felújítottuk, és hát a legnagyobb a 471-es számú főút felújítása volt. Tasó László beszédében kiemelte, a források felét állami, amíg a másik felét Európai Uniós támogatásból finanszírozták. A közútfejlesztésre jövő évben 73 milliárd forintot, 2020-ra pedig már 98 milliárd forintot fordít országos szinten a minisztérium. A Magyar Közút Nonprofit CRT vezérigazgatója azt hangsúlyozta Nyírbogáton, a kormány jövőre 100 milliárd forintot biztosít a társaságnak, összesen 850 kilométernyi útszakasz korszerűsítésére. A nyírségi példa alapján a jó utak két célt is szolgálnak. Most már ez a rövidebb és a hamarabb, ez összeért. Összeérni látszik Debrecenből idefelé jövet, hisz most már nem kell akár kerüljünk, hanem úgy, hogy miniszter úr és államtitkár is elmondta, egy olyan álom valósul meg itt ebben a térségben, ami azt gondolom, hogy nem csak itt, az egész országban állunk. A rendezvényen Simó Miklós kiemelte, az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően javult az életminőség a térségben. Ez annak eredménye, hogy kiépült a szennyvízhálózat. Létrejött 1000 új munkahely és fejlődtek a közutak is, tette hozzá a térség országgyűlési képviselője. Ezen átadás is egy felkiáltó jel, ez a rendezvény is egy felkiáltó jel, mert hogy a választókerületben
ilyen útfelújítások nagyon régen voltak. Ugye 12-ben érte el a választókerületünket az M3-as autópálya, most pedig sikerült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 471-es főútvonal szakaszának a felét rendbe tenni. A rendezvényen az is elhangzott, míg Hajdú-Bihar megyében összesen 24,4 km útszakaszt újítottak fel idén, addig Szabolcs megyében csak ebben a térségben 23 kilométernyit sikerült korszerűsíteni. Újabb tanúszoda épül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, letették a Baktalórendházi járási szintű uszoda alapkövét. A 360 millió forintos beruházást az állam finanszírozza. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra program keretében 24 tanúszodát alakítanak ki országszerte. Időkapszulát helyeznek el, tanúszoda épül ezen a területen Baktalórendházán. A kormány Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra fejlesztési programjában 38 milliárd forintot fordít olyan beruházásokra, amelyekkel javítják a köznevelés infrastruktúráját. Iskolákat újítanak fel, tornatermek és országszerte 24 tanúszoda is épül. A tanúszodákról annyit kell tudni, hogy egy koncepciótervet készítettünk egy állami oldalról, és az összes önkormányzattal egyeztettünk, hogy ők hogyan képzelik el esetleg ennek a tervnek a továbbfejlesztését. Úgyhogy lényegében mindegyik 24 darab épül országszerte, lényegében hasonlítanak egymáshoz, majdnem ugyanolyanok, de mégsem azonosak, mert mindegyikben megjelenik valamiképpen a helyi specifikum. Ebben a tanúszodában is lesz egy tanmedence, egy pici tanmedence, ahol az óvodások már tudnak gyakorlatozni, és egy másik, egy nagyobb, egy hatpályás úszómedence, és lesznek benne külön nem öltözők, alkalmas a mindennapos testnevelésre, az úszás oktatásra és emellett szabadidős tevékenységekre a helyi lakosság számára. Az uszoda működtetési költségeit az állam állja majd. Minden gyerek tanuljon meg úszni, a kormány elkötelezett amellett, hogy a kisebb településeken tanuló gyerekek számára is legyen úszásoktatás, hangzott el a fejlesztést megnyitó rendezvényen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4 uszoda van, ebből 2 a én választókerületem, hogy is mondjam, Csenger Baktalórendház, a Fehér Gyarmat, és Kemecse még a másik 2, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a megye preferál van ebből a szempontból is. Az uszodát elsősorban az iskolások használhatják majd, de a helyiek is örömmel fogadják a fejlesztést. Önkormányzatunk a szükséges területet, telket biztosította, nem csak használatba, hanem állami tulajdonba is került a szükséges telek, a szükséges terület. Ezen túlmenően szervező munkát, közreműködést és egyes kiviteli elemeket, épületen kívüli kiviteli elemeket, elsősorban a közművekre gondolok itt, azt pedig önkormányzati feladatként magunkra vállaltuk. A 6x10 méteres és a 15x20 méteres medencés uszoda összköltsége 360 millió forint. A beruházás jövő év szeptemberére készül el. A társadalmi integrációt segíti az a közösségi tér, amelyet a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyház alakított ki Nyíregyházán a Huszár telepen. A felújított kapuházban működik majd ezen túl a magvető tanoda, ahol közösségi programokat és délutáni oktatást is szerveznek a Súlya Miklós görögkatolikus óvoda és általános iskola diákjainak. Közösségi térként működik ezen túl a huszártelepi kapuház. A görögkatolikus egyház egy nyertes pályázatnak köszönhetően újította fel az épületet, amelyet a nyíregyházi önkormányzat térítésmentesen adott át számukra. Az elmúlt években sok fejlesztés történt a huszártelepi városrészen, amelyek a felzárkózást segítették, közölte a város polgármestere. 18 lakás megújult, illetve a városrész rehabilitáció keretében még több. A lakatás mellett a fontos a környezet, ugye egy városrész rehabilitációs program zajlott le, és a játszótér stb. Védelme érdekében komoly közbiztonsági intézkedések is születtek, tévfigyelő kamerarendszer, rendőrös, a rendőrségnek felújítottunk egy épületet, működik már itt, illetve a roma önkormányzattal őket segítve egy polgárőrséget is szerveztünk. Egy másik kulcs szerep a felzárkóztatásban az oktatás, ebben kiemelt partnere a városnak a görögkatolikus egyház, hangzott el a rendezvényen. A sokak számára ismert Perese eljárás csak megerősítette a kapcsolatot, közölte a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója. A huszártelepi iskolát sok éven át szegregáció miatt akarták bezáratni. Végül a kúria úgy döntött, nem sérült az egyenlő bánásmód elve, így működhet az intézmény. Próbálunk segíteni, vigasztalni, felemelni, nevelni, és mi is megtapasztaljuk azt, amit Jézus megtapasztalt,
hogy vannak sokan, akiknek ez nem tetszik. Vannak, akik ezért megítélnek bennünket. Vannak, akik azt mondják, ne engedjétek a gyermekeket ebbe az iskolába. De Jézusnak a szavai napjainkban is ugyanúgy elhangoznak, mint ahogyan abban az időben. Engedjétek hozzám a gyermekeket. Nagyon nagy hálával és köszönettel tartozom azoknak a szülőknek itt a telepen, akik megértették ezt, és megengedték gyermekeiknek, hogy iskolánkon keresztül közelebb kerüljenek Jézushoz. Az átadáson a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár kiemelte, a tanodák kialakítását azért kezdeményezték, mert itt tudnak foglalkozni azokkal a diákokkal, akiknek a család kevésbé tud segíteni a tanulásban. Nem a szülőket pótolja, a tudást és az ismereteket bővíti, tette hozzá Langerné Viktor Katalin. Hiszen ezekben a gyermekekben ott van a jövő, ezekben a gyermekekben ott van az eljövendő családapa és családanya, és nekünk ezt kell látni, és köszönöm szépen a Görög Katolikus Egyháznak és ennek az egyházmegyének, köszönöm az iskolának és az igazgatóasszonynak, hogy ebben a munkában támogatják ezt a közösséget. Ez egy közösség, itt nem csak gyermekekről van szó, hanem felnőttekről is. És nagyon nagy örömmel látom, hogy a tanoda folytatni fogja a munkáját, hiszen a társadalmi felzárkózás építőköve az oktatás. Topos források is segítik a társadalmi integráció sikerességét. Pályázni közösségi terek kialakítására és rendezvények megszervezésére is lehet jövő év elejétől. Számos állami program is, ugyancsak Európai Uniós segítséggel, támogatással és magyar kormányzati forrással segíti ezt a társadalmi vállalkozást, amelynek az elején tartunk, és azért távlatosan kell gondolkodnunk. Itt az eredmények évtizedekben, generációkban mérhetők, viszont nagyon fontos minden egyes generációnak, minden egyes egyénnek, hiszen társadalmi vállalkozásról van szó, de az egyén felelőssége nem megkerülhető. Egész virág az ünnepség végén egy emlékfát is ültettek a közösségi ház udvarán. Tiszta szívvel, elnevezéssel adománygyűjtési és jótékonysági akciót indít Szabolcs-Szatmár Bereg megye 5 településén a Jobbik, jelentette be a párt megyei ifjúsági tagozatának szervezője nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Balog Ádám elmondta, a napokban induló és a karácsonyi ünnepekig tartó kezdeményezés során az ellenzéki párt aktivistái tartós élelmiszert, játékokat és ruhát gyűjtenek a rászoruló családok és egyedülállók, illetve óvodák, idős otthonok, kórházak és árvaházak részére. A Jobbik ifjúsági tagozatai 5 településen indítanak adománygyűjtési akciót, Rakamazon, Kisvárdán, Nyírbátorban, Vásárosnaményben és Záhonyban. A rakamazi szervezeteink azok elsősorban ruhák és játékok gyűjtését helyezik előtérben, a vásárosnaményi szervezeteink azok a helyi intézményekben szeretnének önkéntes munkát vállalni, illetve Kisvárdán, Nyírbátorban és Záhonyban elsősorban tartós élelmiszert, játékokat, illetve nagyszabású ruhagyűjtési akciót szervezünk. Ismét súlyos baleset történt a hétvégén a 41-es számú főúton, ezúttal Baktalórendháza külterületén. Egy személygépkocsi úgy akart balra kanyarodni, hogy nem adott elsőbséget a főúton szabályosan közlekedő autónak. A balesetben 2 súlyosan, 2 könnyebben sérültek. A járművek totál károsra törtek. Lisztadományt adtak át a rászoruló határon túli magyar gyermekek támogatására elindított Magyarok Kenyere program keretében Apagyon. A megőrölt liszt nagy részét a Bőte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítványnak juttatják el, de több Magyarországon működő karitatív szervezet is részesül belőle. A felajánló szervezetek képviselői adománylevélben adták át jelképesen a búzából készített lisztet a szervezeteknek és önkormányzatoknak az apagyi eseményen. Az idei Magyarok Kenyere jótékonysági akcióban összesen 450 tonna búza gyűlt össze, amihez a szabolcsi gazdálkodók több mint 25 tonnával járultak hozzá. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által koordinált gyűjtés keretében idén lehetőség volt arra, hogy a lisztadományból minden megye karitatív szervezetei részesüljenek. Minden megyében marad vissza, annyit kell felajánlani országos szintre, amit az első évben tettük, a többivel mi rendelkezünk.
és mi a megyei közgyűlés, a Nyíregyháza város, illetve a környező települések polgármestere is bekapcsolódtak ebbe a gyűjtésbe, illetve a település lakói, és mi most úgy gondoljuk, hogy a Vöröskereszt Gyermekjóléti Alapítvány, illetve a JK Szenvedett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdák önkormányzatokat kívánjuk támogatni. A 85 felajánló által összeadott megyei búza felajánlásból több mint 18 tonna liszt készült, amiből 14 szervezet és önkormányzat részesült. A felajánlók között volt a megyei önkormányzat is. Baracsi Endre közgyűlési alelnök fontosnak tartja az ehhez hasonló akciókat. Igyekszünk olyan együttműködéseket kialakítani, amelyel egyrészt a megyei gazdaság, megyei mezőgazdasági termelőknek tudunk segíteni, úgy tudjuk alakítani a különböző programjainkat együttműködve, hogy azzal egy olyan környezetet teremtsünk, amelyel valóban a mezőgazdaságot, mint megélhetést megyei szinten is olyan nívóra lehet emelni, amelyre azt hiszem, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kell, és természetesen vannak a jótékonysági célú megmozdulások, amelyek egyrészt szorosan kötődnek természetes termeléshez, hiszen itt is búzáról, lisztről van szó. A júniusi jégverés sújtotta Rozsái és további 7 érintett település lakói mintegy 4 tonna lisztet kapnak, amelyet kisebb adagokba csomagolva juttatnak majd el a rászorulóknak. A Rozsái településen 200 házat érintett ez a jégkár. Hogyha az összes 7 település veszem, akkor ez körülbelül olyan 600 családot jelent, akik fognak majd ebből valamilyen szinten kapni. Bízunk benne, hogy mindenkinek fog jutni, és nagyon örülünk neki felajánlásnak. A lisztadományból többek között a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ, a Vöröskereszt, a Kárpátaljai Református Egyház intézményei, valamint például Geszterét, Hetefehércse és Márokpapi önkormányzata is részesültek. Egy gólos győzelmet aratott a Grosics Akadémia ellen a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 17. fordulójában lejátszott mérkőzésen Révész Attila együttese Gosztonyi találatával 1-0-ra nyert a Gyuláról érkező vendégek ellen. A legutóbbi 3 meccsét megnyerő gyulai székhelyű Grosics Akadémia ellen a 18. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat, Gosztonyi szabadrugásból 24 méterről középről lőtt a jobb felső sarokba. Andorka az első fél óra végén egyenlíthetett volna, azonban lövését Ivancsics kapus lábbal hárította. 3 perccel később Cseri lábában volt a második hazai gól, a támadó lövése azonban a kapufát találta el. Az 56. percben megfogyatkoztak a vendégek, második sárgalapja után Farkast állította ki a játékot. A folytatásban a Szeged mindent megtett az egyenlítésért, de gólt a Kisvárda szerezhetett volna az utolsó percben, Rajci perdítését viszont a gólvonalról kivágták a vendégek, így 1-0-ás hazai sikerrel zárult a találkozó. Az első fél időben amennyire még nem volt agyontaposva ez a mély talaj, annyira elkezdtünk futballozni, laposan földön tartottuk, megpróbáltuk kombinatív játékkal a védelmüket feltörni. Többször el is jutottunk a támadó harmadukig, viszont ott rendre a pálya talaja miatt pontatlan passzokat adtunk, és ez annyira dühítő, a játékosokat is annyira frusztrálja, hogy később az a fajta tudás elvesztik belőlük, amit egész hét fél év során, vagy év során is felépítettünk, és bizonytalanná válnak. Szerencsé az Andi Sakoszi rúgott egy gyönyörű szép gólt, és ez megnyugtatott. A második fél időre viszont teljesen más elképzeléssel jöttünk ki. Az volt a célunk, hogy tartsuk meg az 1-0-át, ne kockáztassunk, ne hozzuk fel a labdát, csak teljesen tuti esetben, hanem rúgjuk be a védőfal mögé, és próbálkozzon az ellenfél. A vendégek edzője szerint a mérkőzés képe alapján nem érdemeltek vereséget. Látottak alapján nehéz egy kicsit megemészteni, hogy egy pontugásra ki tudtunk kapni. Az egy ilyen játékosokat felvontott a Kisvárdán, a második fél időben sanszuk nem volt. Azt gondolom persze a talaj minősége véget többet ívelgettünk, de földön is alakítottunk ki helyzeteket. Az első fél időben annak ellenére, hogy nem játszottunk jól, 200%-os zicserünk volt, és a Várd ugye nem mondhatja ezt el magáról. A második fél időben is volt egy kis ívelgetés, de aztán földön is volt játék, úgyhogy én azt gondolom, hogy hát a maga mutatott játéka az első 20 percet kivéve elégedett vagyok.
A forduló további eredményei a következők: Szolnok-Balmazújváros 1-1, Soroksár-Budaörs 5-0, Cigánd-Mosonmagyaróvár 0-1, Szeged-Siófok 0-5, Békéscseba-Nyíregyháza-Spartakusz 3-0, Csákvár-Zalaegerszeg 2-2, Sopron-Dorog 0-0, Puskás-Akadémia-Ceglid 1-0 és Kozár-Mislány-Vác 0-1. A tabella élén a 33 pontos Balmazújváros áll, megelőzve az egyaránt 32 pontos Soroksárt és Kisvárdát. A Kisvárda vasárnap Cegléden lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Összesen 4,3 milliárd forint állami és uniós forrásból újult meg a 471-es főút. A nyírségi fejlesztésnek köszönhetően 23 kilométernyi útszakaszt korszerűsítettek, 3 körforgalom és 24 kilométernyi bicikliút is épült. Letették a Baktalórendházi járási szintű úszoda alapkövét. A 360 millió forintos beruházást az állam finanszírozza. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra program keretében 24 tanúszodát alakítanak ki országszerte. A társadalmi integrációt segíti az a közösségi tér, amelyet a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyház nyitott Nyíregyházán a Huszár telepen. A felújított kapuházban működik majd ezen túl a magvető tanoda, ahol közösségi programokat és délutáni oktatást is szerveznek a helyi iskola diákjainak. A Kölcsei Televízió iradóját látták november 21-én hétfőn. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is napos időre számíthatunk. Egy nagy kiterjedésű anticiklon peremén száraz, enyhe léghullámok érkeznek fölénk a magasban, így folytatódik az átlagosnál melegebb napos időjárás. Éjjel általában kevés lesz a felhő, csapadékmentes időre számíthatunk. Hajnalban párássá válik a levegő, foltokban sűrűköd is képződhet. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kötfoltok délelőtt fokozatosan feloszlanak, ezt követően több órás napsütésre, száraz időre számíthatunk. A keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Szerdától erősödik a köthajlam, a hajnalban képződő köt csak lassan oszlik fel, a völgyekben tartósan megmarad. A borongós, párás területeken a hőmérséklet is csak 5 fok körül alakul. A hétvégétől megvastagszik felettünk a felhőzet, kisebb csapadék is lehet.